Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látják. Nézzük fontosabb híreinket. Drágulnak a garázsok, Sopronban 15-20%-kal többe kerülnek, mint egy-két évvel ezelőtt. Pénzügyes nyári tábor, idén a Smart City-k köré építették fel a programot a szervezők. Negyeddöntőben a magyarok. Az U20-as válogatottunkra Szerbia vár a legjobb 8 között. A lakásárak emelkedésével párhuzamosan a garázsok is drágultak az elmúlt években. Sopronban átlagosan 3-3,5 millió forintért árulják a garázsokat, amely 15-20%-os emelkedést jelent az elmúlt évekhez képest. A szakember szerint a kereslet jóval nagyobb, mint a kínálat ezen a téren. Itt a belváros szívében áruljuk ezt a dupla garázst, bár a garázsajtóról ez nem teljesen egyértelmű, de két gépkocsi beállását biztosítja, az eladási ára 5,9 millió forint. Még a magasabb árfekvésű garázsok iránt is nagy a kereslet Sopronban. A szakértő szerint a garázspiac átalakulásának legfőbb oka a lakáspiaci áremelkedés. Hasonlóan a lakások, családi házak ingatlanpiaci helyzetéhez a garázsoknál is tapasztalható volt az árváltozás, még ha nem is olyan drasztikus, mint az előbb említett kategóriákban. Ma egy önálló garázs kb. 3-3,5 millió forintért vásárolható meg. Ez az elmúlt időszakban egy olyan 15-20%-os áremelkedést jelentett. A garázspiac átalakulásához a lakáspiaci áremelkedés mellett a hazai autópiac bővülése és a parkolóhelyek számának szűkössége is hozzájárult. A szakértő szerint a városban található mély garázsokban is elfogytak a bérbe vehető helyek. A város lakosságának növekedése, ezáltal a gépjárműállomány folyamatos változása és szintén növekedése generálja a keresletet, a kereslet pedig az áremelkedésben is megnyilvánul, illetve ennek hozadéka lesz. Egy-egy garázs befektetési szempontból is felveheti a versenyt a lakáskiadással. Az albérletben kiadandó lakások mellett megjelent a garázsok tömeges kiadása, bérletbeadása. Befektetésnek kicsit talán macerás, hiszen még egy lakásnál nagyobb hozamot lehet elérni, a garázsoknál viszonylag alacsony, hiszen jelenleg a bérleti díjak ilyen 15-20 ezer forint között mozognak havi szinten. Hogyha ezt tömegével adják ki, akkor több úgynevezett bérlővel kell folyamatosan a kapcsolatot tartani. Ahogy a lakáspiacon, úgy a garázspiacon is folyamatos az áremelkedés Sopronban és környékén. A szakértő szerint jelenleg városunkban a garázsok iránt a kereslet jóval nagyobb, mint az eladásra kínált garázsok száma. A héten zajlik a pénzügyes nyári tábor a Soproni Egyetem Lámfalusi Sándor közgazdaságtudományi karán. A témát idén a Smart City-k, azaz az okos városok adják, ezért a középiskolásoknak az önkormányzatok fejével kell gondolkozniuk, és egy olyan költségvetést kialakítani, amely igazodik a mai kor elvárásaihoz. Vajai Balázs, az Országos Betétbiztosítási Alap kockázatkezelési vezetője tartott előadást a táborozó középiskolásoknak. Az elméleti órák mellett a diákok gyakorlati feladatokat oldanak meg a Smart City-k témakörén belül. A hétvégén pedig egy prezentációt tartanak az eddig tanultakból. Minden táborban egy projektfeladat vonul végig a napokon, és a végén most nekik egy önkormányzati költségvetési tervezést kell összeállítani, illetve megcsinálni, aminek van ugye egy bevétel és kiadási oldala. És ezeknél a kiadási bevételi tételeknél pedig figyelembe vehetik, beépíthetik azokat a smart megoldásokat, amelyekről ők egyébként órát előadást hallgattak. Tehát igazából úgy csinálnak költségvetést, ahogyan ők akarják, kreatívan, és hogy a szó vicceljek, smart megoldásokkal, smartosan. A szervezők azért választották az okos városokat központi témául, mert az okos megoldások jelentik a mostani fiatalság jövőjét. Minden évben igyekszünk a pénzügyes nyári táborra más-más témát választani, hogy érdekes legyen, és természetesen a szakmai tartalommal is feltöltjük. Idén azért esett a választásunk a felelős településmenedzsmentre, önkormányzatokra, mert azon kívül, hogy mindig fontos ez a téma, egyre hangsúlyosabbá válik a fiatalok életében is a smart megoldásoknak, a smart citynek, a fenntartható gazdálkodásnak a fogalma témaköréi. Gondolhatunk itt a közlekedésre, az úthálózatra, vagy akár az adminisztrációra is, vagy az ipar 4.0-es megoldásokra. Haladunk el a korra, a fiatalok is haladnak velünk, úgyhogy igyekeztünk mindig olyan témát választani, így most ez a smart city lett, ami megfelel ezeknek.
A legtöbb résztvevő még pályaválasztás előtt áll, és azért jöttek a táborba, hogy betekintést nyerjenek a gazdasági szakmákba. Én most vagyok az egyetemi jelentkezés előtt, és szeretnék a lehető legtöbb ágazatba így betekintést nyerni, ahhoz, hogy el tudjam dönteni, hogy később mivel szeretnék foglalkozni, és ugye a gazdaságban van szerintem potenciál ilyen szempontból. A diákok élvezettel vetik bele magukat a Smart City-k világába. Ugye, ahogy pont most szó is volt erről, rengeteg fejlesztés van már most is így a városokban, főleg a nagyobb városokban, de már például Győrben, Debrecenben is, és egyértelműen szerintem ez a Smart City, és ezek a smart megoldások azok, amik a jövőben a legelfogadottabbak, a legáltalánosabbak lesznek számunkra. A tábor idén is ingyenes azoknak a tanulóknak, akik nem Sopronból érkeztek, az egyetem az étkezés mellett szállást is biztosít. A program pénteken zárul. Elkezdődött az űzek párzási időszaka, amely nagyobb körültekintést kíván az utakon közlekedőktől. A bakok ilyenkor ösztönszerűen viselkednek, kizárják a külvilágot. Ebből kifolyólag a nagy testű vadak az év ezen időszakában rendkívül kiszámíthatatlanul viselkednek, a nap bármelyik szakában bemerészkedhetnek akár a települések belterületére, de gyakorta megesik az is, hogy a legapróbb megtorpanás nélkül átszaladnak az úttesteken. A szakemberek azt javasolják, a közlekedők most ne csak ott hajtsanak óvatosan, ahol a tábla vadveszélyt jelez. Kiemelten érdemes figyelni az összefüggő nagy erdők, különösen a lomberdők átszelése közben, ugyanis az őzek és a szarvasok is rendkívül szeretik az ilyen környezetet. Az őzek nászidőszaka augusztus közepéig tart. Szombaton énekszó tölti meg Sopron utcáit. A soproni ünnepi hetek keretében első alkalommal megrendezett soproni kórus ünnep idején énekkarok veszik birtokba a barokk belváros kapualjait. A programot este gálaműsor zárja a főtéren. A cél az, hogy a nap legvégére a látogatók közül is minél többen dalra fakadjanak. Kilép a megszokott keretek közül és új oldaláról mutatja meg a kórus kultúrát a soproni kórus ünnep szombaton. A próba és koncert termeket elhagyva egy délutánra énekkarok veszik birtokba Sopron belvárosát. A kórus ünnepet azért szervezzük meg most első alkalommal, mert szeretnénk valamit továbbadni abból az örömből, abból a rengeteg sok pozitív energiából, ami Sopronban a soproni énekkarokat feltölti próbáról próbára, és abból az érzésből, hogy milyen jó dolog közösen énekelni, együtt átélni a közös zenélés élményét. Kumbaya, my Lord, kumbaya. Az első hangokat Sopron legfiatalabb kórusától, a Kalimba gyermekkórustól hallhatják majd az érdeklődők. A belvárosi kapualjakban pedig a Fidelissima vegyeskar, a kapuvári Haydn vegyeskar és a soproni Horváth József Ami lánykara, valamint a kórus Spontánus és a soproni Liszt Ferenc pedagógus kórus várja az érdeklődőket. A program 15 órakor kezdődik, itt innen nem messze a Liszt teraszon, a Liszt Café teraszán, ahol a Kalimba gyermekkórus nyitja meg a soproni kórusünnepet. Ők a város talán legfiatalabb kórusa alakulás szempontjából és a tagok korosztálya szempontjából is. Tehát ez lesz 15 órakor, és 16 órától pedig 5 soproni kapuajban, udvarban, a belvárosban várják majd a soproni és Sopron környéki kórusok a látogatókat. Mindenféle aktivitással készülnek, általában nyílt próbákat tartanak, élménybeszámolókat lehet tőlük meghallgatni. Szóval minden olyan program lesz, amivel egy kicsit közelebb lehet kerülni a kórusokhoz, meg lehet őket ismerni, mint társaságot, mint csoportot. Ki tudja, talán valaki kedvet kap ahhoz is, hogy csatlakozzon valamelyik kórushoz. Az együttesek a Hotel Volner, a Macska Kőgyermek Múzeum, az Erdészeti Múzeum, a Főtéri Tábornokház udvarain, valamint a Cédrus könyvkereskedés teraszán köszöntik mindazokat, akik énekszóval töltenék el a délutánt. A soproni kórus ünnep fénypontja a főtéren 19 órakor kezdődő gálaest lesz. Horgoljunk polipot egy palotában. Ezzel a különleges felhívással fordult két édesanya soproni anyukákhoz, nagymamákhoz. A kezdeményezés jótékonysági célt szolgált. Koraszülött babákat segítenek a horgolt színes állatkák. A Széchenyi palotában kedd délután elkészült polipokat a soproni gyógyközpont koraszülött osztálya kapja. Készülnek a vidám kis polipok. Az ötlet Dániából indult. A nővérek a megoldást keresték arra, hogy az inkubátorban a picik ne a zsinórokba kapaszkodjanak.
Megalkották a horgolt polipot, amely a koraszülött babák kis pajtása lehet az első pillanattól fogva. A karok érintése a köldök zsinóra emlékezteti őket, és ezáltal nyugodtabbak lesznek, gyorsabban fejlődnek. Mindezt remek ötletnek tartotta a soproni jótékonysági esemény szervezője édesanyaként és orvosként is. Én magam gyermekorvosként dolgozom a soproni csecsemő és gyermekosztályon, és látok nap mint nap inkubátoros koraszülött, illetve beteg újszülött babákat, és úgy gondolom, hogy nekik szükségük lenne erre, ezekre a polipokra. Mind a babákat megnyugtatja, mind a szülőknek azért egy kicsit barátságosabb látvány az inkubátor azáltal, hogy ott vannak ezek a polipok. Mi a soproni koraszülött osztály babáinak szeretnénk ezeket felajánlani, ezeket a polipokat. A soproni horgolókat a Komáromból érkezett Kovács Zsófia Anna segítette, aki 2 évvel ezelőtt csatlakozott a jótékonysági akcióhoz. Édesanyaként az emberben van egy kis segítségadási szándék. Nekem otthon van egy kis horgolóműhelyem, úgyhogy nekem most ez a munkám. És egészen pontosan nem tudom, hogy mi volt az a pillanat, amikor jött az, hogy én ezt meg szeretném csinálni, de örülök, hogy sikerült, és meg tudtuk szervezni. Talán ez, hogy tényleg az ember anyaként a babákhoz való vonzódás az mindig megmarad. Ezek a vidám polipok is a Soproni Gyógyközpont aprócska babáinak kis kedvencévé válnak majd a közeljövőben. '66-48-ra legyőzte Belgiumot a hazai válogatott szerdán a Novomatic arénában, így a negyeddöntőbe jutott a Sopronban zajló U20-as női kosárlabda Európa-bajnokságon. Az ellenfél a tavalyi U18-as Európa-bajnok eddig meccset sem nyert, míg a magyar válogatott 100%-os teljesítménnyel végzett a C-csoport élén. Ez a szerdai mérkőzésen is megmutatkozott. Cicás László együttese szerdán már a nagyszünetre 18 pontos különbséget alakított ki, és magabiztos győzelmet aratott. Annyit mondanék, hogy ma beixeltük a kötelező házi feladatot, holnap pedig beszeretnénk ixelni az álmainkat, és bejutni a legjobb négybe. A csütörtöki negyed döntős mérkőzésről a pénteki íratokban számolunk be bővebben. Most megmutatjuk, milyen időjárás várható majd érkezik a Mozaik, amelynek a középpontjában a 10 forrás fesztivál áll. Utána Életforma című műsorunk következik. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió csütörtöki híradóját látták. Műsorainkat megtalálhatják a sopronmedia.hu oldalon. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Pénteken is sok napsütése van kilátás, számottevő csapadék nem várható. A nyugati észak-nyugati szél sokfelé élénk marad. A legmelegebb órákban 25 és 29 fok között várhatóak a maximumok. Az időjárás előrejelzést támogatta a Gyesebb ZRT.